választhatnak más szövetségest, mint egymást, hiszen a legnagyobb támogatottságú párt élesen reform és változás ellenes. Csak hatalomban gondolunk. Az az ő dolguk. Ma nem az a kérdése Magyarországnak, én szerintem, hogy hogyan intézzük a hatalmi viszonyokat, amit a Fidesz mindig mond. Az a kérdése, ön is ezt kerületi állandóan, milyen határozott változások lesznek. Én meg azt értem meg ezekből a vitákból, meg a pénzügyi helyzetből is, hogy a kormánynak az elmúlt 2-3 hét konzultációi alapján afelé kell nyitottságot mutatnia, hogy még több területen legyen még mélyebb változás, és ennek a programját kell az országnak ajánlani. Mi az, amit a Reformszövetség javaslataiból támogatni tudna? Hol van a legnagyobb különbség a Reformszövetség és mi között? Hát azt hiszem nem 1-2%-ban van a legnagyobb vita, hanem a bevezetés idejében. A legnagyobb vita az igazából egy ponton van.